Sziasztok, szép estét mindenkinek! Üdvözöllek benneteket! Egy picit türelmet, mert a telefonnal bajlódok. Szeretnék majd valamit felolvasni, jó? Na jó, aztán semmit nem látok. Lájkokat látok, de semmit nem látok. Ez legyen a legkevesebb. Mert azért figyellek benneteket. Majd keresek egy e-mailt. Terjesszétek a videót, hogyha kérhetem tőletek. Mert ennek lesz egy ilyen nagy durranás szaga. Két e-mailt szerettem volna felolvasni, de nem olvasom fel a másodikat. Úgy döntöttem. Azt megtartom péntekre. Jó? Úgy döntöttem, hogy nem sokkollak benneteket jó hírekkel. Megtartjuk péntekre, azt meglátjuk, hogy mi lesz. Remélem, tetszik az ötlet. Remélem. Euró árfolyamot láttátok? Hét százalékot ment föl az euró. Nem kívánom kommentálni. Hozzáteszem. Valami háborút emlegetnek, hogy az miatt megy föl az euró. Ezzel kapcsolatos az e-mail. Valami háborút. Azt mondják, háború van. Mert hisztek a médiába. Vagy a médiának. Mit tudom én, minek hisztek. Már tötti az e-mailt. Már tötti. Leállítjuk a szekeret. Alig találtam parkolóhelyet. Ezt hozzáteszem. Figyelitek az eseményeket, nem? Nem csak a... kelet felét, hanem nyugat felé is. Tekingettek? Csak úgy kérdezem, mert hátra tekingettek nyugat felé is. Aztán látjátok, hogy kurva szarul állunk. Minden tekintetbe. A honvédelmi törvényről kezdek, jó? Ma megkaptam a kritikát, hogy a honvédelmi törvény, amit kiraktam, az 2011 vagy 2012-ben érvényes volt. Gratula! Nagyon okos emberek vannak. A kiegészítést elolvastad? Amit én annak idején megosztottam, ezt elolvastad? Hát olvasd már el, jó barát, ne azt nézed meg, hogy mikor csinálták, mert ez mind át van szabva. Tudod, ez az új honvédelmi törvény, ezt azért hívják új honvédelmi törvénynek, mert ez az új. Ez ilyen egyszerű. Úgyhogy... nagy szarba vagyunk ám. Ha már innyi elolvasod meg, felolvasom nektek az e-mailt, aztán megértitek, hogy miért vagyunk nagy szarba. Nem is akármekkora szar vagyunk, csak még nem vettétek észre. Ahogy a tévé az nem adja. Gyakorlatilag ti nem. De az ország 90%-a az komplett hülyének van nézve. Hát Európának meg a 60%-a. Ugye nincsen más, csak a propaganda tévé. Oltásokkal meg. Covid-dal most nem foglalkozunk. Már most más a helyzet, ugye hamis hírek jönnek, mennek. Európa szerte. Világ szerte. Nem tudom,
az e-mailben is benne lesz, hogy Trump elnök nyilatkozatát, elnézést, mert ugye itt az e-mailben is úgy van, hogy Trump ex-elnök nyilatkozatát érdemes meghallgatni, akár többször is, még azoknak is, akik hülyét csinálnak az emberekből a médián keresztül. De itt nem is az a lényeg. Szóval 7%-kal följebb ment a euró. 7%-kal, 3,82. Jól élünk. Amelyik ország miniszterelnöke 300 forint fölé engedi az euró árfolyamát, az bukásra van ítélve. Nem szó szerint idéztem, de Orbáni interjú az ez volt annak idején. Emlékeztek? Emlékeztek? Valahogy most a 382 nem csipi azt a rohadt tetves szemét. De nem is számít. Nekünk most ezzel nem is kell foglalkozni. Van ennél éppen elég nagyobb bajunk. Március 12-re meg gőzerővel készüljetek, kedves férfiak. És remélem, hogy ez az e-mail, meg ez az e-mail, ami nálam van. Mert most kaptam meg, csak nem tudtam átolvasni, csak az első két sorát olvastam át, és már elég is volt belőle. Mind a kettő Oroszországból jön. Tudjátok, én már többször említettem, hogy nekem van két nagyon kedves barátom kint Oroszországban, akik beszélnek magyarul. Az egyik az egy kormány közeli, a Pravda főszerkesztője. A másik egy ellenzéki újság, szintén főszerkesztője. Mind a két hölgy velem vagy velem egyidős, és beszélnek magyarul, többször jártak Budapesten. De az a levél, amit felolvasok, mert rákérdeztem ma, hogy mi is a valós helyzet Moszkvába. Hogy egy-két dolgot elmondott. Szóval van háború, ugye? Azt mondják. Arról közvetít a média, hogy van háború. Hát nem tudom. Szóval férfiak, gondolkozzatok el, hogy mit csináltok. Ja? Egy kedves csoporttagunk, egy kedves ismerősöm szóról-szóra átböngészte a honvédelmi törvényt. Még egyszer mondom, hogy szóról-szóra. Majd éjjel megtettem én is, mert felhívta a figyelemet valamire. Találós kérdés. Mi hiányzik a honvédelmi törvényből? Mi az az egy szó? Ennek a szónak van több fajtája is. Ami kimaradt a honvédelmi törvényből, mondjuk a 18 és 50-es korosztály számára, ezt a műsor után utolsó két mondatba ezt meg fogom nektek fejteni, addig tippeljetek ide a szavakat, hogy mi az a szó, ami hiányzik a honvédelmi törvényből, hogy egyértelműen fogalmazzon a törvényalkotó, hogy a törvény az kire, vagy kikre vonatkozik. Jó? Maradjunk ennyiben. Na, Sperbank. Bukott a Sperbank. Nem elmondtam, hogy vegyétek ki a pénzeiteket? Elmondtam, gyerekek. Nem a Sperbankból kell kivenni, hanem a bankból kell kivenni. Hát, nem vettétek ki a pénzeiteket. 100 000 euróig van biztosítva az ügyfél, de a biztosítónál egy vas nincsen. És van olyan ügyfél, aki 1,5 milliárd forintot is bukott. Cég, ügyfél, teljesen mindegy. Magánszemély, teljesen mindegy. Tehát lehet rajta gondolkodni, hogy még otthon tartjátok a pénzt. Az államkötvény az ugyanez, ne is gondolkozzatok rajta. Tehát pénzé kéne tenni, elvtársak, mindent, mert óriási a baj. És az e-mail után rá fogtok jönni, hogy óriási a baj. Ja, látom, jönnek a helyes megfejtések. Megfejtsük most, vagy várjunk a végéig.
A két helyes megfejtőtől nem mondom a nevét a hölgyeknek. Megkérdezem, hogy mi legyen. Megfejtsük-e most, vagy megvárjuk a... Á, dehogy a hadkötelezettség. Ó, nem, köztársaság, nem nép. Nem. Jó, fejtsük meg a végén, jó? Fejtsük meg a végén, jó? Na, hát akkor jöjjön az e-mail. Mert én fasz a gyerek vagyok. Jaj, gyerekek. Jönne az e-mail, hogyha... Ah, megvan. Mert már mindent lekódoltam, gyerekek, mindent lekódoltam. Úgy. Na. Azt kérdeztem a kedves barátnőmtől. Így egymás között kérdeztem tőle, hogy... Persze csak ma jutott az eszembe. Beszélünk mi mindenről, de ma jutott az eszembe, hogy megkérdezem, hogy hogy is élik meg ezt a háborús helyzetet. Mindjárt már tölti. Már tölti az e-mailt. Jó. Annyit kérdeztem meg tőle, hogy szia Szveta, írjad le, légy szíves részletesen, hogy mi a helyzet nálatok, mit lehet tudni erről a háborúról. Következő gondolat, hogy értsétek is, hogy miről beszélek. Úgy próbáljad leírni, hogy ezt az élőbe, az esti élőbe szeretném felolvasni. Ő tudja, hogy mivel foglalkozok, tehát ezt tudni kell, mert a VK-n megtalálhatók a videóimnak a nagy része úgy, hogy orosz szöveggel. Tehát ő vállalja a feliratozást, és megtalálható. Szia! Az alapfogalmakkal legyünk tisztába. Háború? Miféle háború? Mi nem háborúzunk senkivel se. A valóságtól tökéletesen független, párhuzamos világot ismerhettek meg az európai és a világ médiáin keresztül. Tisztázzuk az alapfogalmakat. Oroszország független internet szolgáltatót használ, ami azt jelenti, hogy a mi internetünk az nem egyezik a tiétekkel. Mi újságírók használjuk azt az internetet, amit ti megszoktatok, de nálunk az átlagember egy független, nagybetűvel kiemelve, független internet szolgáltatás előfizetője. Tisztázzuk azt, hogy mi nem háborúzunk Ukrajnával. A szakadár területeken békefenntartókat küldött Putyin elnök. Meglepődve halljuk azokat a híreket, mi újságírók a világ sajtóból, hogy a szakadár területeken is túl folyik a háború. Ez nem igaz. Annyi igaz, hogy elnökünk vegyi laboratóriumokat, repülő leszállókat, repülőgép tárolókat, egy pillanat, elugrott, rakétával támadott. Ennyi igaz. Elképesztő magyarázattal szolgálnak az európai és a világ hírműsorok. Első körben a BBC, amely hamis híreket gyárt. Kaptunk olyan híreket, hogy orosz tankokból kifogyott az üzemanyag. Nem is tartózkodunk Ukrajna területén, még egyszer is leírom, csak a szakadár területeken vannak orosz katonai egységek. Nem indultunk el Kijevbe 65 km hosszú páncélzattal, mert nem célunk a háború. Ukrajnát pajzsként használja fel a NATO, illetve a globalista háttérhatalom. Védőpajzsként használ asszonyokat, gyermekeket, ártatlan ukránokat. De tovább megyek. Olyan képeket is kapunk, ahol ukrán ukránra lő. Majd az okos számítógép technikának köszönhetőnek, Photoshop, orosz zászlókat rajzolnak a tankokra. Ezek a tankok nem a mi tankjaink. Mai legfrissebb hírek, hogy Ukrajna 70
70 harci repülőt kap az EU-tól. Vajon mire? Vajon milyen célra? Ezek elsősorban MIG és SZU típusú orosz gépek. Néhány héttel korábban országunkban járt a ti elnökötök. A mai orosz sajtóban az áruló elnök becenevet kapta. 5 órán keresztül tárgyaltak, mindenben megegyeztek, majd néhány nappal később a magyar vezetés szemben a megállapodással, amelyet magyar részről titkosítottak, megszegve a globalista szabályzatot betartva szankciókkal látja el országunkat, szankciókkal látják el nemzetünket, szankciókkal látják el az elnököt. Egyet ne felejtsünk el, az orosz gáz az nektek is értékes. Előbb-utóbb az elnökünk nem fogja tétlenül nézni Európa árulását. Európa közepén a legnagyobb áruló Orbán Viktor. A legnépszerűbb csatornánk az Egyes csatorna egyenes adásban mutatta be a tárgyalásokat. Egyenes adásban üdvözölte a két ország hosszú gazdasági, pénzügyi megállapodását. És néhány nappal később az orosz nemzeti bankot kizártátok mindenhonnan. Nem tudom, hogy egy hazug embert hogy lehet miniszterelnökként tisztelni, hogy lehet a parancsait, utasításait követni, amikor nem csak országunkat, de a saját népét is elárulta. Figyelmeztetlek, Putyin elnök úr a következő dolgot tette hozzá zárszóként. Én soha nem miniszterelnökökkel vagy pártokkal tárgyalok, hanem az adott ország népével. A magyar nép továbbra is számíthat Vlagyimir Putyin elnök segítségére hosszú távon, gazdasági, illetve pénzügyi segítségre, de jelen pillanat az az árulás, amelyet ti ott Európában, Európa közepén elkövettetek, az nem biztos, hogy büntetlenül marad. A Russzia 1 hírműsor hozta hírül a magyar árulást. Majd folytatták lengyel, szlovák, cseh, gyakorlatilag a globalista Európai Unió árulásával. És mindezek mögött kik állnak? A fasiszták, a globalisták, a pénzuralmi világ, aki nem tudja és nem akarja elviselni Oroszország fejlődését, aki nem bírja elnézni, hogy egy olyan ország, amely gazdaságilag csőd szélén állt, ma a világ második legnagyobb hatalma. Nem az USA a nagyhatalom, hanem Kína. Több tévécsatorna hírműsorát látjuk, továbbra is nyugati hírműsorokat látunk, ahol saját házaikban lévő embereket lövik az ukránok, és kiabálnak, hogy támadják őket az oroszok. A lakótelepekre kibocsátott rakéták területén nincs is orosz haderő. Nem igazak azok a hírek, hogy anarchisták megszállták volna műholdjainkat, feltörték volna a biztonsági rendszerünket. Nem igazak azok a hírek, hogy Fehér Oroszországban hacker támadással megállították volna a vasúttársaságot. Lukasenko elnök úr kiállt az orosz nép mellett, és a kijelentő mondatával egy időben országát Ukrajna, Lettország és Litvánia lekapcsolta az elektromos hálózatról. Ennyi történt, és nem több. Azóta Oroszország kedvezményesen
az előállítási árért cserébe szállítja az elektromos áramot Fehér Oroszországnak. De nem csak, ez a gazdasági válság nem csak bennünket, hanem Belorussziát is sújt, hisz a belorusz mezőgazdasági gépgyár valamennyi élő szerződését az Európai Unió visszavonta. Gyakorlatilag a kereskedő országok szabad licitet végeznek a traktorainkra, amely néhány nap alatt 10.000 euróval lett drágább a világpiacon. Lukasenko elnök nem szállít jelen pillanat traktorokat Európába. És térjünk vissza a szakadár területekre. A szakadár területeken népszavazás előkészítése zajlik. Elvileg már márciusban megtartható a népszavazás, éppen úgy, mint annak idején a Krím-félszigeten, és ha tetszik a világnak, ha nem, az orosz ajkú lakosság véleményt fog formálni. Az az orosz ajkú lakosság, amely egyértelműen döntött arról, hogy külön országba, Ukrajnától függetlenül kívánja leélni mindennapjait. Ukrajna, amelyet nem csak gazdaságilag szállt meg a NATO és a globalista háttérhatalom, nem csak pénzügyeibe, hanem a 2014-ben elcsalt választások formájába olyan embert ültetett az elnöki székbe, aki kiszolgálója ennek a háttérhatalmi szervezetnek, ennek a háttérhatalmi rendezvénynek. Akárcsak a gyerekek úgy vonulnak körbe-körbe, de előbb-utóbb Putyin haragja eltakarítja őket. És néhány szó az elnökünkről. Tudom, hogy kapcsolatban vagy Natasával, így majd az ő véleményére is kíváncsi leszek, de az elnökünk népszerűsége az egekben, attól függetlenül, hogy mi a mindennapjainkat békében töltjük, aggódva figyeljük a háttérhatalmi médiából zajló híreket, amely országunk népét gyalázza. Elnökötök, mármint a miénk, azt mondta és kiállt 2015-ben, hogy nem kíván migránsokat befogadni. Azok az emberek, akiket ti most jelen pillanat vártok menekültként a menekült táboraitokba, azok nem ukrán állampolgárok, azok migránsok, akik 2015-től Amerika jóvoltából, Amerika finanszírozásából Ukrajnába megszálltak. Nem gyanús a magyar népnek, hogy Európában, a szomszédos államban, ahol fehér embereknek kellene lenniük, talpig feketével találkoznak? Ukrajna nem azonos Franciaországgal. Ukrajnában az ember színe fehér. Mondd csak, Attila, mi történt a magyar néppel? Mi történt azzal a néppel, aki baráti viszonyt ápolt Oroszországgal? Mi történt az emberekkel? Vakok lettek? Vakok, hogy nem látnak, nem hallanak? Mennek valami után, amely nem az igazságot szolgálja? Mennek a hamis hírek után, és azért, mert az elnökötök azt mondja, hogy így van, maradéktalanul elhiszik? Mi kell még ahhoz, hogy felébredjetek? Mi kell még ahhoz, hogy szabad, független nemzetként békében éljetek? Érdekes hírek Oroszországból, ugye? Mondom, a másikat föl se olvasom. Azt nézzétek meg, bár tudom, hogy a videóim nem jutnak el hozzátok, mert a titkosszolgálat mindenhol lekapcsolja őket. Ez igaz, mert lefényképezném, hogy kaptam két mellékletet, és azt mondja a melléklet megtekintése, hogy az adott országban, az én országomban ez nem megtekinthető. Tehát, hogy ekkora a cenzúra. Onnan föntről jön a cenzúra, a cenzúra jön onnan, és válogatja a híreket, kőkeményen válogatja a híreket. És még egy szó az árulásról. A ti miniszterelnökötök, aki nagy magyarnak tartja magát, elárulva Kárpátalja lakosságát, elárulja
a magyarságot, alkut köt a háttérben, globalista alkut köt a háttérben, hátrahagyva 10-15 millió magyar honfitársát, és hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Unió tárgyalásokat folytasson Ukrajna felvételéről. Ezek a tárgyalások napokon belül el fognak kezdődni. Kétségetek ne legyen. Még az is lehet, hogy népszavazás híján, gondolom nélkül, népszavazás híján bekerülhessen abba a gazdasági git egyletbe, ahol ti is tartoztok. Ha lesz népszavazás, hisz látjuk a 2014-es választási eredményeket, az is hamis lesz. Jó erőt kívánok a magyar népnek. Neked erőt, egészséget a harchoz, amelyet vívsz. Bízok benne, hogy a magyarok döntő többsége nemet mond az erőszakra. Bízok benne, hogy a magyarok döntő többsége melléd áll, megvéditek hazátokat, független, semleges országként, továbbra is békében, Európa közepén, legöregebb nemzetként egymás mellett élünk, mint orosz és magyar. Tudod, elmondtam, ha ott gond van, ide bármikor jöhetsz a lányaiddal. Baráti üdvözlettel, Svetlana. Szóval ezt a videót terjesszétek, még egyszer is elmondom, ez a hölgy az én barátom, a Pravda főszerkesztője, és azt hiszem kaptunk egy olyan képet, amit mi nem látunk, mert mi más látunk, ők jobban látják. Tehát a lényeg, Oroszország nem háborúzik, Oroszország bent van a szakadár területen békefenntartóként, le fogják vezényelni a népszavazást, hogy független népköztársaságként éljenek, utána biztos, hogy lesz népszavazás, hogy hova akarjanak tartozni gazdaságilag, és akkor egy mellékletet föl tudok nektek olvasni, ha föl tudok, de nem biztos, hogy föl tudok, de megpróbálom. Ezt az egy mellékletet meg tudom kapni. Mely államok ismerték el a szakadár területeket? Első, Oroszország, Vlagyimir Putyin. Második, Fehér Oroszország, Lukasenko. Harmadik, Brazília, Bolsonaro. A brazil elnök, aki megállapodást kötött hazánkkal, elismerte a szakadár területek függetlenségét. India, Modi elnök, Kína, XI, vagy az Isten tudja, hogy hívják, Dél-afrikai köztársaság, Ramap, nem tudom, gyerekek, nem tudok mindent elolvasni, mert nem tudok azon a nyelven. Na, Szaúd-Arábia, Szalman herceg, Szíria, Assad, Észak-Kórea, Jong-un, Kazasztán, Tokajev. És ami utána van még írva. Nem hivatalos formában Trump elnök nagy nyilvánosság előtt kifejtette a két szakadár terület függetlenségét. Trump ex-elnök. Szóval, kedves férfiak, hozzátok szólok. Elindulunk egy katonai diktatúrába, de ez majd pénteken, jó? Mert a másik e-mailben ez is benne van, de most nem húzlak benneteket, mert ennyi információt nem akarok veletek megosztani, jó? Ez volt az információ, ezt megkaptátok, földolgozzátok, emésztitek, aztán pénteken kapjátok a következőt. Ezek elsősorban férfiaknak, és hogy miért férfiaknak szólok, és miért nem csak a hölgyeknek, majd mindjárt megértitek. 18:50. Ez az a korosztály, amit ő bennünket besorozhatnak fegyveres szolgálatra, és elindulhattok a nagy Oroszország ellen. Egyszer már apáink, nagyapáink ott maradtak, meg ott fagytak meg. Mert nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy Szekeres Imre, tudjátok, a volt honvédelmi miniszter, nagyapja volt akkor a honvédelmi miniszter, amikor félcipőbe elengedték apáinkat, nagyapáinkat, mínusz 40 fokba. Félcipőbe! Nem tudom, tudjátok, hogy Szekeres Imre nagyapja volt akkor a honvédelmi vagy hadügyi miniszter. Nem tudom, tudjátok, de most így elmondom nektek. Kettő. Olyan hazug propagandát kaptok a tévén keresztül, amit el se hisztek.
Ti azt hiszitek, kedves fideszesek, kedves ellenzékiek, hogy majd mi világ számos országába bevonulunk, a világ második legnagyobb hatalmába, aztán Putyinék összeszarják magukat? Vagy azt hiszitek, hogy mi nyerhetünk? Putyinnak az a pénz, amit most befagyasztotta, az orosz gazdaságnak tudjátok mennyi? Mint a magyar gazdaságnak 20 fillér. Le se szarja, meg se érzi. Ne higgyetek a hamis propagandának. Ne induljatok el harcba. Európa számos országában elkezdődött a sorozás. Nem én mondom, ezt majd egy ellenzéki újságíró pénteken elmondja nektek. Ugyanúgy felolvasom. Egy ellenzéki. De el kéne rajta gondolkodni. Ez nem a mi háborunk lesz. Nem véletlenül. Nem véletlenül. Lett így megalkotva a honvédelmi törvény. És azt hiszitek, hogy Orbán nem tudott róla. Dehogy nem tudott róla. Náluk a megállapodás nyilvános. Nálunk titkosítás lett. Miért kellett titkosítani? Gondolkozzatok el rajta. Befogadjuk a migránsokat, a feketéket. A külügyi szóvivő. Vagy éppen kakadu. Miért nem el hangot? Hogy a segélyszállítmányok, amiket elindítottunk Kárpátaljára, az ukrán katonának ment. Miért nem emel föl érte a hangját, a kakadu? Kedves fideszesek, miről beszéltek? És ne felejtsük el, egyet ne felejtsünk el, hogy a csecsenek ki mellé is rakták le a voksukat? Gondolkozzatok el rajta. Gondolkozzatok el rajta. És ha ezt a politikai elitet akarjátok szolgálni, úgy be leszünk sorozva, mint a szar. És nem fog vele foglalkozni se Orbán, se a másik a kört, hogy a ti családjaitokkal mi lesz. Senki nem fog foglalkozni. Tudod, mit érdekli? Hogy a pénz meglegyen a farzsebbe, hogy ezt fogja érdekelni. Semmi más nem fogja érdekelni. Nem fogja érdekelni, hogy a kis Pistának mi lett a családjába. Meg a kis Rózának hol van a férje, meg a gyereke. Nem fog vele foglalkozni. Március 12-én, aki nem akar háborúzni, az megállítja. Maradjunk ki belőle. Terjesszétek a videót, hogy ez minden normális emberhez eljusson. És pénteken jövök a pikánsabba. Mert az még pikánsabb. Ez egy kormánypárti volt. Ott egy hallgassátok meg majd egy ellenzékit. Egy ellenzékit. Hogy az, hogy vélekedik a saját országa becsméréléséről, a saját népének a tiprásáról, meg a hazug információkról. Én elmondtam, Oroszország már évekkel ezelőtt lejött a világhálóról. Erről a globalista világhálóról, amit ti néztek, ahon csak az jön, hogy Putyint lejáratják, ahol az jön, hogy kifogyott az üzemanyag a tankokból. Ti ekkora hülyének nézitek az elnököt? Gyerekek! A világ vezető második legnagyobb hatalmának elnökét, ekkora hülyének, hogy fél üzemanyag tankkal engedik oda? Gyerekek! Aki háborúzni akar, az induljon el! Most! Mehet! Ugyanúgy vegye fel a vakcinát. A vakcináról is szó lesz. Vegyi laborokat. Le van írva a másik e-mailben, tudjátok milyen laborok voltak? Vegyi fegyverek elkészítésére használható laborok. Azokat robbantotta föl. Gondolkozzatok el rajta. Úgyhogy lehet gondolkodni. Fideszeseknek ajánlom, hogy nézzék meg, hogy mi is az a törvény, amiről beszélek. Jó? Nézzétek meg. Hagyjátok a trollokat, majd eltűnnek. Arctalanul ne vitatkozzatok. Eltűnnek ezek. Ezek eltűnnek, gyerekek. Eltűnnek. Mire vége az adásra, már sehol sincsenek. Mondtam már. Aztán gondolkodjátok el, hogy a vezetőink hogy elárultak magukat, aztán mondjátok, hogy Orbán egy hazafi. Ezután az e-mail után mondja nekem valaki a szemembe, hogy Orbán egy hazafi, meg az összes köcsög, aki most hatalomra akar törni, mert ezt a hírt
amit én felolvastam, ezt ne aggódjatok, mindegyik tudja. Ezt mindegyik tudja. Az lehet Márki-Zay, az lehet Gyurcsány, az lehet Vona, Torockai, az mindegyik tudja. Jaj, Előttkét ki ne hagyjuk! Hú, Előttke is tudja. Előttke is tudja. Mindenki tudja. És kedves asszonyok, és kedves hölgyek, és urak, na most kapaszkodjatok meg. Mi hiányzik a honvédelmi törvényből? Melyik az az egy szó a 18 és 50 év utáni kategóriába? A férfi? Nincs kiírva. Csak az van odaírva, hogy magyar állampolgár. Kedves hölgyek, fakanállat elő, azt lehet menni harcolni Orbánért, nyugodtan fakanálla, mások kezetekben vigyetek villát. Tehát, a világ összes országában bele van írva egy honvédelmi törvénybe, egy hadügyi törvénybe, hogy 18 és 50 év közötti férfi, nálunk nincs, nálunk állampolgár van. El lehetett gondolkodni. És nem én mondom, olvassatok el a törvényt. Ott van kint az oldalamon. Vegyétek a fáradtságot. És akkor még mindig abba kételkedik, hogy Magyarország nem ZRT. Én ezt a témát már jelen pillanat le se szarom. Itt életre, halálra megy a kérdés, hölgyek, urak. Életre, halálra. El lehet dönteni, hogy harcolsz a globalisták mellett, vagy kiállsz országod függetlensége és semlegessége mellett. Te döntesz. Nem 100 000 embernek kell ott lenni a Vajdahunyadvárnál, 500 000-nak. 500 000-nak. És ilyen egyszerű. És azoknak is üzenem, akik élő videót pro és kontra nézik. Gyerekek, hagyjátok abba az élő videózást. Hagyjátok, jobban járunk, higgyétek el. Gyakoroljatok zongorázni, festeni, hegedülni, focizni, rudat ugorni, amit akartok, de hagyjátok abba. Hagyjátok abba. Mert egy baromság, amit csináltok. Pro és kontra. Az egyik ukránok mellett áll, a másik oroszok mellett áll, és még nincsen háború. Még nincsen háború. De a medvében nem jó játszani. Ukrajna saját magával háborúzik. A nyugatnak játszik, és feláldoz a sajátjait. Én viszont elítélem és vádolom Ukrajnát népirtással. Az ukrán kormányt is vádolom. A globalistákat sem. Azokat sem fogom kimélni. Úgyhogy lehet rajta gondolkodni, hogy ti hol akartok állni 12-én. És hogy jön-e katonai diktatúra? Jön. Nyugodjatok meg, hogy jönni fog. És abból már nem szabadulsz. És ha meg akar szabadulni ezektől a háttérintézkedésektől, akkor egy helyen, egy időben egyszerre, és fölfüggeszteni azonnal a tagságot. Ami azt jelenti, hogy azok az idegen erők, akik jelen pillanat itt vannak Kecskeméten, Pápán, Taszáron, azonnak el kell innen menni. Jó? Úgyhogy gondolkozzatok el, hogy ti mit szeretnétek. Fiaitokat, férjeiteket, anyáitokat, mindenkit be akartok küldeni a háborúba, vagy most már tényleg egy normális életet akartok. Kire szavazzál? Te ébredj föl! Ébredj föl! Ne a szavazáson gondolkozz, mikor a te életedről van szó. Hova akarsz venni szavazni? Kire akarsz szavazni? Mondd el, kire akarsz szavazni? Mondd el nekem, kire akarsz szavazni? Szavazni ezek közül, a mocskok közül? Az összes egy mocsok, egy börtöntőtelék. Hát melyik hívta fel erre a figyelmedet? Mondd el nekem, melyik hívta fel neked erre a figyelmet, hogy baj van, ember? Mert nincsen háború, csak eljátsszuk. Éppen úgy, mint 9-11-et. És még egyszer mondom, ez a hölgy, ez kormánypárti. Azért hagylak benneteket most 2 napig fürödni ebbe az e-mailbe, hogy majd várjátok meg. Várjátok meg, hogy mit mond egy ellenzéki. Jó? Várjátok meg, egy ellenzéki újságíró, akinek támadni kéne a kormány. De mint ahogy olvastátok,
az orosz elnök népszerűsége az egekben. Hát Magyarországon nem lehet elmondani. Csak egy bizonyos körbe, ugye, akik istenítik aput. Mennyi az idő, gyerekek? Baráti az óra! Kívánok! Jó étvágyat a vacsorához továbbra is! És akkor is elmondom, hogy adjon az Isten fényeket, temető helyett életet, bár kérni nekem nagy szégyen, hát adjon akkor is, ha nem kérem. Ma erre a versre kaptam egy kritikát, hogy én követelőzök. Oda ne rohanjak. Hát ebben mi volt a követelézés? Értelmezni kéne a magyar nyelvet. Mert ugye, aki nem ide született, ugye, csak 40 évesen, az nem tudja, hogy miről beszélünk. Az nem. Mi, akik itt születtünk, meg anyanyelve magyar, állampolgársága magyar, nem kettős, magyar, azok mi tudjuk, hogy itt miről beszélünk ebbe a versbe. Pihenjetek jól, álmodjatok szépeket, ha valami rendkívüli lesz, holnap jövök. Hát most ne legyen. És ezért a levélén nem fogok jönni. Majd pénteken, szombat, vasárnap nincs élő, már most mondom, ha csak valami váratlan helyzet nem lesz, akkor jó, ha csak valami váratlan helyzet nem lesz. A következő levélben benn van Románia árulása is, úgyhogy nem csak a magyar, tehát még az ellenzékek is árulással vádolnak bennünket. Nem csak a kormánypártiak, még az ellenzékiek is elmondták, hogy apu egy gazember, és a komplett magyar vezetésnek hol lenne a helye, Szibériában. Ez így le van ám írva, csak mondom, 3-4 mondatot olvastam belőle, de már nem is érdekelt, mert mondom, nem húzlak föl benneteket, mert túl sok lenne az info, azt elsiklanánk fölötte, mint télen a Bob. Ja, azt meg el sem akartam mondani, hogy Putyin biztos, hogy megijedt, hogy most kizárták mindenféle nemzetközi sporttevékenységből az országát, biztos megijedt, aztán mondta, hogy nem lövök rakétát, hát ha mehettek ékokizni, meg korcsolyázni, meg bobozni, meg focizni, meg síjelni, most nem háborúzunk, mert a FIFA megbüntetett bennünket, meg nem tarthatunk valami olimpiát, most nem tarthatunk meg, gyerekek, nagy baj van, szerintetek Putyin ezzel foglalkozik, nem? Putyin egyelőre nem foglalkozik semmivel, addig kell rűni, amíg nem foglalkozik semmivel se. Jó? Továbbra is jó egészséget nektek, illetve valamennyiőtök családjának. Jó pihenést, szép álmokat, Isten veletek. Szevasztok!